Elnök úr, Cukrász Juniál is itt a Gemenci Szabadidő Központban. Én azt hiszem, hogy amikor a szakma így találkozik és összetart, az napjainkban már mindenképpen egy kiemelendő példa. Önök miért gondolták, hogy van néhány nap, amit együtt kell tölteni? Hát lényegében, mikor én az elnöki posztot elvállaltam, ez 4 évvel ezelőtt történt, akkor gondoltam arra, hogy össze kell az országba cukrászokat egy olyan napra hívni, amikor önfeledten családukkal, gyerekekkel együtt, akár a szakmáról, akár bármiről folyik a csevegés. Tehát nem egy olyan protokális, mint ahogy szoktuk a rendezvényeken más jelleggel megrendezni, kongresszusonkon például, hanem egy ilyen szabad napra gondoltam. Ez olyan jól sikerült, hogy elnöki jabályam ma 5. alkalom. Ezt az ország területén mindenütt, jobban mondva, megkeressük azokat a nívós helyeket, ahol érdemes, látnivaló van. Tehát a napot úgy tudják eltölteni, hogy szabad idővel, összekapcsolva, és ez az idén Gemenc Szabadidő Központjára került a választásunk. Hogyan látja, kicsit elvonatkoztatva ettől a mai szabadnaptól, az önök szakmájának a helyzetét? Akár nézhetjük uniós csatlakozásunk küszöbén is ezt a kérdést. Köszönöm szépen, ez várható volt ez a kérdés. Jó, hogy most tényleg szabadnaposok vagyunk, de azért erre kell gondolnunk. Hát nem lesz könnyű helyzet, azt merem mondani, de én bízom benne, hogy megbirkózik a szakma vele. Értem ez alatt azt, hogy aki idáig képes volt arra, hogy fent tudjon maradni, tehát újakat, új dolgokat tudjon a műhelyébe bevezetni, itt gondolok eszközökre, szállítóeszközöktől kezdve egész a fejlesztésig, különböző volumenekbe, az fent fog maradni, és tovább fogja bírni, ám bár kicsit nehéz lesz, de hogy mondjam, tovább tudja űzni, folytatni ezt a szép szakmát, amit elkezdett. Mit lehet mondani, hogyha meg kell nagyon röviden fogalmazni, hogy ebben a szakmában mi az, ami kiemelendő, mi az, ami ennek a szakmának esetleg a csúcsát vagy a szépségét adja, akkor mit mondana? Hát természetesen minden szakmában van egy nagyon szép oldal. A mi szakmánkban is ugye a művészet közel áll az emberekhez, és hogy mondjam, maga a szakma az édességipar. Ez az emberekben a szeretetet, ugye az adrenalin szintet emeli annyira, hogy ugye az édességfogyasztás által kialakul az emberekben állítólagosan, ez már bebizonyított dolog, a szeretet. Tehát ebben benne van a szeretet is ebben a szakmában, aki nagyon szereti, nagyon szépen tudja csinálni, készíteni különböző dolgokat. Ebben is a művészeti ága, a karamell, a csokoládé, de ha a napi termékekre gondolok, amit a napi vendégekkel fogyasztatunk el, vagy kínálunk feléjük, ezekbe kell helytállunk, következőkbe is minőséget kell adni, nagyon szépeket kell adni, lehetőleg olcsón, hogy mindenki hozzá tudjon jutni ezekkel a finom készítményekhez. A mai napon gondolom, hogy a megyei elnökre sok feladat hárul, és hát azt hiszem, hogy mindenképpen a legfőbb cél, hogy itt mindenki jól érezze magát. Pontosan hány emberről is van szó, azt már tudjuk, hogy az ország minden részéből cukrászok ők, de hányan? Hát ezen a rendezvényen az ország minden részéből, így ahogy mondta, vannak cukrászok. Ez 5. alkalommal rendeztük meg ezt a Cukrász Juniálist különböző megyékbe. Hát az idei évben a Gemenci Szabadidő Központra esett a választás, és hát úgy néz ki, vagy úgy látom, hogy mindenkit vonz a környezet. Körülbelül 350 személyünk van, plusz a gyerekek, ami azért nem kevés szám, és ez nagyon szép. Hát én bízok benne, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magán. Személyesen voltam a természet felelősné, és hát megígérte, hogy olyan időt ad, amilyen látszik per pillanat, úgyhogy bízunk benne, hogy az idő az nem befolyásol bennünket. Mi vár ma itt, mivel szórakoztak ma itt a cukrászok? Hát ez elsősorban szabadidős nap, tehát itt nincs munka. Itt a szeretetről, a barátságról szól a fáma, amit a Gemenci Szabadidő Központ nyújt. Egy ilyen nagyon kellemes kikapcsolódás, hajókirándulás természetesen a kisvasút a Gemenci erdőbe, és az alsónyéki hagyományőrző néptánc együttes ad nekünk műsor délután, és azért erre esett a választás, mert én egy kicsit nosztalgiázom. Valamikor én is ebbe a
táncsoportba roptam, és van cukrász kollégánk, kolléginánk helyesebben, aki jelen pillanatban is az együttes tagja, és hát ezerre esett őrájuk a választás. Aztán ilyen helyi programot csinálunk, kis kapura, 11-es rugások, kötélhúzás, lepényevés, bízok benne, hogy fagylaltevési verseny is lesz, úgyhogy időre mennyiséget, úgyhogy erre a cukrász kollégák, tehát a megyei kollégák készültek. Természetesen vendégül látjuk az ország minden cukrászát, szóval hát ez nem fizetős tevékenység itt a fagylalt szempontjából, úgyhogy más megyében minket is kiszolgálnak, tisztességesen, becsületesen, mi is igyekszünk a kollégákat kiszolgálni. Kicsit szüke pátriákon maradva, mit lehet mondani a megyei cukrász szakma helyzetéről? Mi a helyzet Tolnában? És egyáltalán ugye azért egy ilyen rendezvény már összetartásra utal. Mennyire tartanak össze a megyei mesterek? Hát ez egy nagyon jó kérdés, kedves. Hát az igazat, ha megmondom az igazat, akkor az sérti egy-két embernek a fülét. De hát végül is miért nem mondanám meg? Hát sajnos a megyei cukrásztársadalom, nem sokan vagyunk, de úgy érzem, hogy nem igazán tartunk össze. Most ezt ne úgy vegye senki, hogy itt ellenségeskedés van. Tehát mi minden kollégával jóba vagyunk. Beszélünk egymással, stb. De azért az a nagy összetartásról nem lehet beszélni. Ugye mindenki sütögeti a kis saját pecsenyéjét, ez valahol érthető. Inkább időhiányra vezetném vissza ezt a nem igazán összefogást. Meg hát ugye mindenki el van foglalva, éjjel-nappal dolgozunk, ha jó idő van azért, ha rossz idő van, akkor azért nem, de akkor viszont más dolgunk van. Ugye nyáron még itt van a jó idő mellett a gyümölcseltevés, minden, tehát nem igazán tudunk összejönni, ami sajnos elég szomorú, mert meg kell nézni a mai napon is, hogy Tolna megyében a Gemenci Szabadidő Központban rendeztük ezt a juniálist, és hát ha jó körülnézek, akkor nem tudom, hogy hárman vagyunk-e megyei cukrászok. Na most, ugye én is ma dolgoznék, de megcserétem a szünnapot azért, hogy itt lehessek, mert holnap nem tudok eljönni, mert holnap az a rendezvény már nincs. De én bízok benne, hogy ez előbb-utóbb, mivel muszáj összefogni, és másképp nem lehet semmit elérni, én bízok benne, hogy ez majd az elkövetkezendő időkben ez azért változni fog, és jóra fordul. Mit kívánjunk a cukrászoknak a jövőre nézve? Egy ilyen remek kikapcsolódás után, ha visszatérnek a munkához, akkor mi az, ami jól jönne önöknek? Jó idő, ez nagyon fontos, és sok vendég. Miért fontos, hogy itt legyenek ezen a rendezvényen? Hát a szakma miatt. Önről mit szabad tudni, hogyan kapcsolódik a szakmához? Én cukrászmester vagyok. És hogy gyálon dolgozik? Igen, ott van egy kis üzletem. És miért fontos, hogy ilyen messzire eljöjjön? Hát, hogy találkozunk a kollégákkal is. Régi, mindenki. Hát itt így ritkán találkozunk, hogy már az ország minden részéből vannak itt. Mit lehet tudni erről a napról ilyenkor? Miről beszélgetnek? Mi a téma? Hát a szakma elsősorban, és hát a második rész a baráti dolgokról. Hogyan látják ma a szakmát? Sötéten. Kicsit sötéten. Sajnos kezd elveszni az eredeti magyar cukrász szakma. Van megoldás? Hát nehéz lesz. Lenne, csak nem hallgatják meg a tanácsokat, azok, akik tehetnének érte. Mi a tanács? Hát az hosszú lenne, az egy ilyen rövid kis beszélgetésben nem lehet kifejteni, mert már a tanuló tartástól kezdve nagyon-nagyon hosszú ez a téma, és ma nem az a lényeg, hogy megtanulják a szakmát, hanem hogy sokat legyenek az iskolában, jogaik legyenek a tanulóknak, és dolgozni már nem is kell nekik. Már a szakmának már csak a műanyagból előállított sütemények készülnek, és az már nem a magyar cukrászat. Minél könnyebb legyen, nem is kell már tudni a szakmát. Egy kis por, egy kis víz, és kész a szakma. Miért vannak itt? Ez egy hosszú folyamat. Jó pár éve eldöntött a Cukrászok Országos Ipartestülete, hogy megpróbáljuk egy ilyen juniális jelleggel összehozni az ország cukrászait, kicsit megismerni azt a táját, ahol ez az egész lezajlik. Jó pár ilyen találkozón túl vagyunk már,
Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Magyarország, Nyugat-Magyarország, most Közép-Magyarországra került a sor. Mit mondjak? Minden szép, minden jó. De a célunk az az, kimondottan, hogy megismerjük egymás régióit, egymás süteményeit, egymás szokásait. Születnek itt nagy döntések? Ez nem arról szól. Ez az a neve, hogy juniális. A szórakozás, az ismerkedés, a barátkozás, a kikapcsolódás és annak a tájegységnek, ahol ez lezajlik, annak a megismerése a fő célunk. A nagyobb dolgok azok inkább a cukrászat kongresszusain és a megyékbe történő találkozásoknál döntődnek el. Ilyenkor lehet panaszkodni, lehet ötleteket egymással megbeszélni. Minden lehet. Mindent lehet, hogy az előbb is itt elmondták, mindent lehet csinálni, csak egy kicsit kevés a lehetőségünk, hogy tényleg változtassunk a dolgokon. Sajnos nem a mi kezünkben van az a lehetőség, hogy döntsünk, netán olyan dolgok ellen, hogy tényleg, amit az előbb itt említették, a műanyagfagylalt, meg a műanyagsütemény, meg egy-két dolog ellen, ami az igazi cukrászatot sajnos tényleg megöli. És egy kicsikét elharapozódott az a formál, az a formájú cukrászat, ahol nem kell szaktudásra, hanem egyszerűen csak össze kell két-három port keverni, és akkor kijön belőle valami. Ez kicsit fájó a magyar cukrászipartestület és a cukrász szakmára, mert ez nagy múlttal és nagy tudással rendelkező szakma ez. Egy kicsit most háttérbe szorultunk, de bízunk benne, a jövő a miénké. Az tény, hogy mindig vannak favorit sütemények, favorit fagylaltok. Mit lehet mondani erről az időszakról? Most mi dívik? Most? Hát csak azt tudnám mondani, hogy a Kacs is mondta az előbb, hogy előjöttek azok a dolgok, amikor nem a cukrásznak az igazi cukrász szakmát hozzák elő, hanem előjönnek ezek a hogy mondjam, lédik dolgok, ezek az egyszerű, összecsapom, összevágom, víz, pot, bim, bum, és kész van. És ezzel egy kicsit ez előtérbe kerülni, és nekünk ezt kellene fölíberelnünk, és a vendégnek kellene jobban odafigyelni arra, hogy mit vesz meg. Hát, hogy melyik fagylaltot, melyik süteményt veszi meg, melyik. Mert valahol vannak már, mindegy, hogy milyen íze van, vagy hogyan van. A külcsény jobban számít, a külcsény? Talán az, hogy olcsóbb legyen, nem? Talán az, hogy olcsóbb, akkor megveszi, mert ugye hát úgy van most a népnek, az ország egy része, nincs olyan nagy fizetés, nincs olyan nagy pénz a zsebben, hogy arra költsön, hogy most megveszi a gyereknek három gombot, szajdatot, lehet, hogy a jobb, a finomabb mondjuk drágább, inkább megveszi az olcsót, lehet, hogy nem olyan minőségű, nem olyan ízű, de nincs rá fizetőképes kereslet. Honnan érkeztek? Siklósra jöttünk. Miért fontos, hogy itt legyenek? Azért fontos, mert találkozunk a kollégákkal, kis eszmecsere, receptcsere, több ilyen hasonló. Nagyon jó hangulat. Nem mondja, még receptet is szoktak itt cserélni? Miért? Nem titok ez. Nem, titok, kibeszéljük egymást, megbeszéljük azt, hogy hol, mi olcsóbb, mit érdemes megvenni, mi az, ami hogy hívják, ami esetleg kellendő, akár receptet is cserélni, miért ne? Önnél most éppen mi a favorit, mi az, ami nagyon kellendő? Nálunk jobban a fagylalt megy. Van valami kis plusz, valami kis titok? Nincs titok, főzött fagylalttal megyünk, hagyományos recept szerint, régi hagyományos módon. Ennyi. Többen felpanaszolták, hogy az emberek ma már nem értékelik ezt a hagyományt. Miért? Most már az újság is megírta azt, hogy a tojás a fagylaltban kell, hogy legyen, mert az az igazi. Van egy olyan, hogy naponta 2-3 tojást meg kellene enni az embereknek, és az egészséges táplálkozás. Tehát akkor ön szerint nem kell pesszimistának lenni, mert a vendég úgyis vissza fog találni az eredetekhez? Ebben biztos vagyok, hogy visszatalál. És csak ez a jövő. Az, hogy porfagylaltal, meg ilyen-olyan anyagokkal dolgozunk, az nem. Vissza kell menni a hagyományokhoz, és akkor lehet tovább lépni. Miért fontos az, hogy ilyen messziről eljöjjenek, és itt ezt a napot együtt töltsék? Hát a cukrászok egy ilyen összetartó tyúkanyó szerepként működünk, és együtt vagyunk ilyenkor. Jól érezzük magunkat, szakmáról beszélgetünk, család együtt van, dolgozókkal együtt, mindenki együtt van. Miért fontos ez az eszmecsere, ez az összetartás manapság? Hát
Sok mindenről tudunk beszélgetni. Most például egy fagylalt, az év fagylaltja versenyre készülünk 30-án. Azról beszélgetünk, hogy hogy fog zajlani, ki indul, ki nem indul a szakmán belül. És ilyenek, mindig történik valami. Az összetartás az miben nyilvánul meg leginkább, vagy miért fontos, hogy ez most már, ugye, akár mondhatni jelen rendezvény esetében 5 éve fenn van? Hát az összetartozás, ha nem fogunk össze, szóval itt mindenféle dologról beszélnünk kell, az üzletről, az üzletmenetről, a süteményekről, hogy ki miért készít, most milyen bolt van, szóval ilyen dolgokról is beszélgetünk. Többen többféle problémát felvetettek ma már itt, ami a szakmát veszélyezteti. Volt, aki optimista, és azt mondja, hogy nem kell férni, mert a vendég megtalálja a minőséget. Ön hogyan vélekedik erről? Én úgy érzem, hogy ezt a kézműves cukrászatot, ezt nem fogják elvenni tőlünk. Ez annyira egy kézműves szakma, hogy ezt neki kell állni, oda kell állni az asztalhoz, el kell készíteni, kézi munka. Tehát ezt nem fogja egy nyugati cég elvenni tőlünk, biztos. Hogyan látja, lesz utánpótlás? Lesz. Már itt nőn az utánpótlás, úgyhogy körül kell nézni, itt vannak a gyerekek, jönnek, lesz utánpótlás. Mit csinálnak éppen? Van egy ilyen júliusi totó. Juniális tisztelték, vagy júliusra hoztak ki ilyen totót, amit ki kell tölteni, beadni, és akkor a helyes választán kapunk valami nyereményt. Miről szólnak ezek a kérdések? A szakmai kérdések, például miből csinálják a valódi rumot, cukornádból természetesen. Meg milyen süteményfény, és nevezik a bábnak, az a nézes kalács, meg több ilyen, hát 15 kérdés, 14 kérdés van összesen. Honnan érkezel? Sárospatakról. Ott arra felé milyen a cukrászat? Nagyon fárasztó és nagyon sokat kell dolgozni. Mindenhol így van ez? Mindenhol. A cukrászakban ez kézműves szakma, itt rengeteg kell dolgozni. Ön kitől tanult egyáltalán? Mi garantálja azt, hogy például ön majd Sárospatakon gondoskodik arról, hogy mindez ne tűnjön el? Hát egyelőre még egyedül vagyok Sárospatakon cukrász, úgyhogy még ilyesmi, ilyen veszély nem nagyon fenyeget. Hál' Istennek, de lehet, hogy a későbbiekben más lesz a dolog. És azon kell törekedni, hogy a házias süteményeket, a régi recepteket, azokat kell megújítani egy kicsikét, és abból kell új terméket biztosítani. És a hagyományos ízeket kell használni. Tehát nem a műtejszint, amit árulnak, hanem igazából megfőzni, visszafőzni, megfőzni a tejszint, és igazi tejszint árulni. Nem műtejszint, növényi tejszint, hanem rendesen állati fehérjéből, vagy állati zsiradékból, a tején, a vajából visszafőzzük, megcsináljuk, és az az igazi sütemény. Ön mire a legbüszkébb, vagy mi az, ami a vendégek által a legjobban sikerült? Hát nálunk a kardinális megyen nagyon. Az osztrák recept alapján készült sütemény. Kevesen csinálják az országban, de nagyon sikeres. Nálunk nagyon sikeres, nagyon jól megy. Azt hiszem, hogy ez egy örök igazság, hogy sok mindent másképp látnak a hölgyek, mint a férfiak. Nem tudom, hogy jelen esetben ön, mint hölgy, hogyan vélekedik a szakmáról, és egyáltalán az ilyen rendezvényekről. Jók ezek a rendezvények, hogyha jól sikerülnek a rendezvények, mert azért a kollégákat nagyon nehéz összehozni, mivel egy olyan szakma, ahol igazán nincs idő kirándulásokra, és egy éven egyszer össze tudják hozni, azért csak találkoznak a kollégák, és azért elszórakoznak, ennyi azért belefér még a munka mellett. És hát szép szakma, nagyon szép szakma, csak most már nagyon műdolgok keletkeznek, amiket itt behoznak külföldről, és ez már nem igazán az eredeti, amit még az 1900-as években, meg a 2000 elején elkezdtek csinálni az igazi szakmabeliek. Mint ahogy mondta, hogy sok műdolog kerül bele. Én nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy nekünk a fagylalt is olyan, hogy főzött fagylaltot csinálunk, nagyon kevesen csinálnak az országban főzött fagylaltot már, mert munkaigényes, veszélyes, tehát ezt nem lehet úgy árulni, mint a porfagylaltot, hogy lefagyasztom, ezzel keverek egy kis vizet, és akkor kész, és mehet. Erre vigyázni kell. 2,5 óra hosszan, mire lefűj egy adag fagylalt, pasztorizálógépen hűteni kell, legalább jó rosszát, csak utána lehet fagyasztani. Tehát ezt így. És akkor ugye 48 óra a szabatosság ideje, ha nem fogyott el, kész, mehet ki minden, mert ugye a tojás veszélyes, tejszín veszélyes anyagok, úgyhogy hát nehéz, és oda kell nagyon figyelni a dolgokra. És hát hogyha bejön például egy napsütés után egy ilyen idő, akkor oda vezet a napi bevétel, mert hát ki kell dobni a dolgokat. Úgyhogy és mi nagyon vigyázunk arra, hogy
hogy igazán íze legyen, és ne egy íze legyen minden süteménynek. Tehát, hogy tudja a vendég megkülönböztetni, hogy ez ilyen sütemény, ez olyan sütemény, és nem az, hogy mindegyikben egyforma töltelék, és kész, és más a neve, csak annyi a... Úgyhogy hozzánk sokan járnak az ország másik részéből is, és mondják, hogy kevés helyen van úgy, hogy ilyen ízeket találnak, mint nálunk. Most nem azért, mert ezzel dicsekedni akarok, de úgy örülünk neki, hogyha máshonnan jönnek és dicsérik a süteményeinket. Azt hogy lehet megemészteni, hogy amikor tulajdonképpen más kikapcsolódik, szórakozik, önök akkor dolgoznak a legkeményebben? Sokszor nehéz, mert akkor az ember már hullapárat, akkor is mosolyogva kell hát adni a vendégnek a süteményt, és ha már este 8-kor esek össze, akkor is kell mondani, hogy köszönjük, hogy itt volt, és hogy vásárolt. Nehéz, nagyon nehéz. És azoknak, akinek családja van, annak meg különösen nehéz, mert az a gyerekekkel is foglalkozni kellene, és én nekem igazán kevés időm jutott a gyerekekre, úgyhogy ők azt hiszem, hogy megszenvedték ezt a szakmát, mert hát nem lehettünk mindig velük, amikor kellett volna. És most már sajnálom ezt az időt tőlük, nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudtam velük tölteni, de hát valamit valamiért. Mert ezt vagy igazán csináljuk, vagy sehogy se. Ez egy ilyen szakma. Honnan jött, és hogy érzi magát? Köszönöm, jól érzem magam. Csongrád megyéből, Szeged és Szeged környékéről jöttünk. 14-en a kollégáimmal. Itt vannak, jól érzik magukat, és megkérdeztem már sok résztvevőtől, hogy miért kell ez, miért van szükség erre a napra. Mondhatom, szezonidőben mondanak le a munkáról, és együtt vannak. Hát szezon... Mindig akkor van szezon, amikor akarjuk, vagy mondjuk. Hát tulajdonképpen a barátság, az összetartás az, ami most már hosszú évek óta az kimondottan az iparosokat, mert én mindig annak érzem magam nem vállalkozónak. Hát ez egy olyan nap, amikor lehet egy kicsikét lazítani, egy-egy pohár sört meginni, kollégákkal találkozni, barátság az mindennél fontosabb. Szegeden mi hírlik a cukrászipar felől? Mi hírlik? Hát, mindenki az Európa Unióról beszél, de tulajdonképpen én azt hiszem, mi már megelőztük, bátran merem mondani, akár az osztrák viszonyokat is. Én azt hiszem, hogy nálunk sokkal jobban a higiéniás feltételeknek mi jobban megfelelünk, mint egy akár osztrák, mondhatom most Törnulárban voltam, Finnországban, ott is éttermekben, meg egyebekben dolgoztam, és hát én azt hiszem, hogy mi nagyon megfelelünk. A cukrászatnak, ennek az iparnak mi a titka? A szeretet. Csak szeretni kell, nincs titka neki. Szeretni kell, az anyag, amit bele kell tenni, az bele kell tenni, és nincs neki titka. Szeretni kell csinálni családoknak. Mikor elégedett a cukrász? Mikor elégedett? Hát amikor este megszámolja a pénzt.